Augusztus 1-én megtartották az immáron hagyománnyá vált Róman Henrik emlékhangversenyt Bátalpátiban. Magyarország egyik legjobb hárfása itt, ebben a Tolna megyei kisfaluban született 1910. augusztus 4-én. Szekszárdi kamarazenekart vezettem. Amikor rájöttem arra, hogy itt 18 km-re Szekszártól született valaki, akit Róman Henriknek hívtak, akinek a nevét én személyesen is ismertem, és hát nagyon jól ismert, tudom, hogy mit tett a hárfa megismertetéséért Magyarországon, és nem tudtam róla, hogy itt született, ennyire közel Szekszárdhoz. Tehát én kötelességemnek éreztem azt, hogy itt kezdjünk el valami ilyesmit. Nagyon jó lenne, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok település van, kisebbek, és ahonnan származtak el olyan emberek, akik megérdemelnék, hogy mint ahogy itt a templom falában megemlékezzék a nevüket. 10-15 évvel ezelőtt tanítottam a főiskolán hangszerismeretet, és ezen belül magyar előadók ismeretét. És amikor egy Ruha István, aki a világ egyik legjobb hegedűművésze volt, vagy Kovács Dénes, akik szintén egykorúak voltak, még csak 2-3-4 éve volt halott. A növendékektől mindig ez volt az első, amit megkérdeztem, hogy kiket ismernek magyar nem rég múltból. És az egynegyede ismerte a nevüket. Akkor természetes, hogy arra kell, hogy gondoljak, hogy tennünk kell valamit azért, hogy ezeket az embereket, mint Róman Henrik, ne felejtsék el. A hárfások természetesen a mai 60 évesek és az idősebbek, a fiatalabbak már nem, de az idősebbek testközelből ismerték, mert ő volt a tanár a konzervatóriumban, tehát a Bartók szakközépiskolában, emiatt mindenki ismerte, de a fiatalabbak már csak talán a nevét, vagy hogy Róman. Az, hogy aztán Róman Henriknek ki volt a tanára, azt már biztos vagyok benne, hogy ők sem ismerik. Ezeket a dolgokat próbáljuk ápolgatni, és ezért vagyunk mi ma is itt. A 11. alkalommal megrendezésre került eseményt a település evangélikus templomában tartották, aminek akusztikája hozzájárult a koncert léleksimogató hangulatához. Földesi Lajos hegedű művész, a hangverseny kitalálója, másfél évvel ezelőtt nyugdíjba ment a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemről, de négy növendék ragaszkodott hozzá, így nem hagyhatta őket cserben. Most ők is közreműködtek a koncerten. Egyik legígéretesebb diákja Józsa Dalma, aki most 5. éves a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Jövőre fogok végezni, utána lehet még további képzéseket is csinálni, például van tanári képzés, azon gondolkodom. Szóval úgy gondolom, hogy még tanulok, amennyit lehet, és utána majd zenekarban szeretnék játszani. Nyújt egyfajta fizikai élvezetet is, már ahogy megszólal a hangszer, plusz nagyon jó érzés, hogy ki tudom valamivel fejezni magamat, hogyha sikerül éppen. Én nagyon szoktam izgulni, néha sikerül kikapcsolni, ezen kell még főleg dolgoznom. Koncerten ugyan most csak nézőként, de részt vett az egyik utolsó tanítványa is, Kocsis Andrea hárfa művész, aki 1975-ben ismerte meg Róman Henriket. Ő volt a tanárom, nem az első, a második tanárom volt, mert én Debrecenben kezdtem el hárfázni, de az apukámat Pestre helyezték dolgozni, ahogy másodikba konziba kerültem, és hát persze az egész család ment vele, és akkor kerültem Róman Henrikhez, és hát egy egészen más világba csöppentem, hogy úgy mondjam. Szóval követelmény volt, nagyon kedves ember volt, de a óráról ólára megvolt az adag, amit nála el kellett végezni, amit én azelőtt nem tapasztaltam, és hát akkor össze kellett szedni magam, mert ugye egy kicsit hátrányban voltam a többiekhez képest, de annyira akartam, hogy aránylag hamar behoztam a többieket, és hát akartam csinálni, szorgalmas is voltam, hogy úgy mondjam, mert azért a hárfához
azért kell egy kis kitartás, ugye kézzel, lábbal dolgozik az ember, megállás nélkül. Tehát nem elég az, hogy nézem az, hogy mit játszom két kezemmel, nézni kell a kottát, hogy mit játszom, a kotta közben, míg be van írva a jobb lábnak és a bal lábnak a pedál. Ugye hát 7 pedál van egy hárfán, és hát ezt mindent meg kell tanulni. Tehát, hogy nem akarom lebecsmérelni, sőt, egyáltalán nem egyik másik hangszerzser, de azt hiszem az orgonán kívül csak a hárfa az, ami így kézzel-lábbal dolgozik egy estén keresztül, hogyha koncerten kell játszani. Az idei hangversenyre technikai okok miatt nem tudták elhozni a hárfát, de így ismétlőképpen ünnepelték Róman Henrik születésének 110. évfordulóját szülőfalujában.